Hát jó reggelt! Sziasztok! 3:49 van. Már eléggé koszos a hajam. Pénteken voltam ugye fodrásznál, most meg hétfő van, de megpróbálom kiengedni még azért, amennyire lehet. Hétfő van. Hát elég sok minden lesz mára, amit el kell intéznem. Avonon belül is kaptam feladatot, amit meg kéne csinálnom, de vannak most annál fontosabbak, ugyanis... De délelőtt folyamán ezt, tehát most egy plusz-minusz fél órával fogom megcsinálni. Képzeljétek el, tegnap néztem itt a malackáimat este, és az egyik olyan furcsa viselkedést produkált, billeget, meg truttyogott, kruttyogott, ilyen furcsa, ilyen berregő hangot adott ki, és úgy illegette, billegette a másiknak magát. Mondom, ennek mi baja van ilyenkor? De mindig az a, ez a nagyobbik malac egyébként, mindig ő szekírozza a kicsit egyébként, tehát állandóan bántja a kicsit, állandóan böködgeti, meg kergeti, meg kizavarja a bújóból, meg ilyenek, tehát nem egy szimpatikus viselkedése van, meg kell valljam, de amúgy szeretem attól függetlenül, kis büdös. Most megint elkezdte. Berreg, és ilyen lopakodva megy a másik mellett el, és közben billegeti a fenekét. És ezt így igazából nem értem, hogy ilyenkor mi van. Nem értem, hogy mi van ilyenkor. Na mindegy. A lényeg az, hogy én ezt elkezdtem nézegetni a neten tegnap. Mégis miért csinálja ezt a malacom? Mit találtam? Udvarol. Udvarol. Csak halkan megjegyzem, hogy két lány malacot vettünk. Udvarról. Kinek? Kicsit bepöccentem, aztán elkezdtem a... megvizsgálni őket, na, úgy, hogy mégis kivel állunk szemben. Mikor ők ide kerültek, eleve még kisebbek voltak, az volt az egyik. A másik, hogy totál egyformának láttam ott, ami van nekik. Most már annyira nem egyformának látom egyébként. Ugyanis a nagyobbikat, hát, fiúcskának is nézhetem. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de... Van egy barátnőm, akinek van... tehát ért a tengeri malacokhoz, mert voltak nekik meg egyebek. Ránézett, azt mondta, fiú. Nem tudom, ne őríts meg. Tengeri malacos csoportba is tettem be képet, hogy segítsetek, mondom, mondjátok, meg két lány malacot vettem le, igaz, és mondtam, most akkor ő vele mi van? Hát, az egyikük azt mondta, fiú, másik azt mondta, hogy lány, a harmadik azt mondta, hogy nem lehet megállapítani, mert nem elég éles a fotó, meg nem szemben van. Hát mondom, kösz, alig bírtam megfogni ezt a malacot egyedül, meg még fotóz már le úgy, hogy egy éles, közeli fényképet tudsz készíteni. Köszi. Ilyen 11 óra és éjfél közt tegnap este. Köszi. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi van, de nagyon valószínű, hogy fiú. És azért udvarol neki. Én nem szeretnék kis malacokat. Jó, én nem szeretnék még nagymama lenni. Tehát a gyerekek még azért ne csináljanak már belőlem nagymamát. Ez az egyik. A másik. Hogy akkor... tehát nem tudom, hogy mit évő legyek, mert akkor külön kell ezt majd őket zárni, ha esetleg már megtörtént a dolog, és ott vannak már bent a kismalacok ugye a pocakba, csak én ezt így nem tudom megállapítani a kislánykánál, és esetlegesen úgy lenne, és megszületnének a picik, akkor külön kéne őket zárni. De hova bubánatba rakjam őt külön, mikor egy ketrecem van, és nem vagyok hajlandó most még egy ketrecet vásárolni.
Meg utána akkor nem fogom tudni őket megint összezárni, mert akkor ugye ez lesz, hogy akkor ők majd szeretgetik egymást. És akkor megint kismalac, megint, nem. Ezt nem. Műtét nem. Tehát azért, ne kérlek. Tehát két kislány malacot vettem. Úgyhogy fingom nincs, hogy mit csináljak. De tényleg nincs, és már tegnap sírtam este. Mondtam, hogy nem igaz. És most ezt a kisfiamnak hogy fogom elmagyarázni? Hogy miért kell, hogy elkerüljön innen a fiú? Mert fiú? És akkor most azért? Már most akkor majd. Hát jó. Van annyi értelme a gyermekemnek, hogy valószínűleg fel fogja fogni, és meg fog érteni. Nem lesz egyszerű, mert biztos nem lesz neki egyszerű feldolgozni az, hogy két hete boldogan él a malacaival, és az egyik most nem lesz. Akármikor kérdeztem, melyiket szeretett jobban, anya, mind a kettőt imádom egyformán. Na, szervusz. Kösz. Szóval nem vagyok egy egyszerű helyzetben. Lehet, hogy más azt mondja, hogy ugyan már, most ezen mit rinyálok, de tényleg, tehát azért ez így nem egyszerű szituáció. Úgyhogy mindjárt 9 óra, és hívom az állatkereskedést, és megkérdezem, hogy mit tudna felajánlani most ebben az ügyben segítségemre, hogy akkor most, hogy ezt hogy oldjuk meg, mert hogy igazából ők hibáztak. Mindenki hibázik, aki dolgozik, bla bla bla, tudom, de ebben én nem vagyok kisegítve. Tehát én egy kereskedőtől vásároltam egy malacot, 2, úgy gondoltam volna, hogy az egy kereskedő azért tudja, hogy milyen ivarú malacsal áll szemben. Pláne úgy, hogy állatorvos is nézte ott, meg mit tudom én. Tehát azért nem úgy van, hogy behoznak egyet, ránéz, azt mondja, fiú, beteszi, kész. Hanem azért ott vizsgálgatja orvos, meg izé, meg egyebek, hogy az nem beteg, meg karanténban vannak egy ideig, hogy úgyhogy egy kicsit ideges vagyok. Megpróbálom ezt a fényerőt egy picit át, ez nem lesz sokkal fényesebb, jó. A lényeg az, hogy a másik problémám meg az, hogy van nekem egy airfryerem, ez a forró levegős sütő, tudjátok, ez a kis izé, így betolod, egy ilyen kis üst van, vagy egy kis tartály, vagy hogy mondjam, beleteszed a kis cucmót, betolod, beállítod, majdnem minden nap használom. Majdnem minden nap. Ma is például fornet és pogácsát akartam sütni, mert Krisztián azt tóhajtott, és nem tudom bezárni az ajtaját. Van neki egy ilyen kis nút, amit így, hogyha tolod be, akkor ez egy ilyen kis sín, ez egy kis pöckök, ami közé be kell menjen a másik kis pöcök közé, a kis pöcök, érted? És valamiért pedig nem látok rajta meg egy ilyen fröccsentet, vagy hogy hívják, azért műanyagot az a rész, tehát eldeformálni, az vagy törik, de nem hajlik. Tehát nem tudom, hogy az most hogy deformálódhatott-e, de nem látom egyébként, hogy egyenesen áll. Ez is, az végképp nem tudom, az egy fémpöcök, ami ott van, eldeformálódni, de nem tudom bezárni, mert betolom, és egy icipici rés marad, és az be kéne még ott kattanjon, mert egyébként nem indul el. Tehát ha nincs bezárva kopra, akkor nem indul el. És körülbelül 2 hónapja volt egy ilyen eset, hogy be akartam zárni, és ugyanígy akartam tolni a fiókat, és nem ment be a fiók, és ütögettem, próbálgattam, nyomtam, gyömöszölgettem, rászkódtam, mindent csináltam, és úgy bezárt, hogy erőt teljesen befogtam, betoltam a fiókot, bezárt. Utána tökéletesen működött. Ó, mondom, csak egy kis kemény kézre volt szüksége, és azóta működik. Egyszer volt talán úgy, hogy egy kicsit akadozott, és akkor meg kellett egy kicsit rángatni, és akkor úgy igazgatni, és akkor valahogy bekattan. Aha, most nem. Tehát most ott tartok, hogy nem tudom betolni a tartályát alá, és nem indul el a gépezet. Úgyhogy cumi van, mert most ezt nem tudom, 1 éve vettem, és 1 éve 1 hónapja, jobban mondva, mert 11. hónapban vettem, tavaly, úgyhogy most fel fogom hívni az ügyfélszolgáltat, és meg fogom kérdezni, hogy most akkor ilyenkor mi van. Van rá kiterjesztett garancia, 5 év, elméletileg kéne, hogy működjön a garancia. Hát nem tudom, hogy mi lesz. Pénzt vissza valószínűleg, bár utaltak már vissza pénzt, de mondjuk nem ilyen garanciából adódóan, azt hiszem. Tehát új garanciából, mert ez delimánós egyébként, topshopos.
úgy kaptam vissza pénzt, hogy megrendeltem a terméket, megjött, nem volt jó, visszaküldtem, és visszautalták a pénzt. Tehát így oké volt. Viszont úgy, hogy már használatban volt egy ideje a dolog, és akkor úgy romlott el, és úgy kellett visszaküldeni, így még nem voltam. Úgyhogy így nem tudom, hogy mit fognak most ebben jelen esetben csinálni, vagy javasolni nekem, de vagy hogy lesz. De igen, mindjárt 9 óra, úgyhogy őket is fogom fölhívni. Aztán majd elújságolom, hogy mi van. Aztán az Avonba azt a kimutatást meg kéne csinálnom. És akkor örökves ott lesz szerintem, hogy dél. De várjál, nincs ebéd. Még akkor főznem is kell valamit? Hát most ez így kimaradtam úgy. Ez a mozzanat. De akkor mit kéne csinálni, ami gyorsan megvan? De ez úgy, hogy eltelefonálgatom a fél délelőttömet. Hú, na majd jövök. Hát jól kísértem magam. Felhívtam a kereskedést, és mondták, hogy hát elnézést kérnek, akkor valószínűleg, hogy rosszul állapították meg a nemét. Hát előfordul ilyen, tehát én azért nem haragszom. Tehát, nem, ez csak az, egész azt sajnálom, hogy ez pont velünk történt meg pont a kisfiammal. És mondták, hogy vigyem vissza a malacot. És természetesen akkor kicserélik egy lányra. De most éppen nincs lány, úgyhogy egy pár napot várni kell rá. De nagyon rossz érzés. Nagyon rossz érzés, mert a kisfiam nagyon-nagyon szereti őket. És én is nagyon szeretem őket. 2 hét alatt úgy a szívemhez nőttek mind a kettő. És ez borzasztó rossz érzés. Nagyon-nagyon rossz érzés. Úgyhogy délután, ha megyek Krisztiánért, akkor fogom vinni a malackát, és visszavisszük együtt, hogy el tudjon tőle búcsúzni. Aztán remélhetőleg, hogy lesz majd hamarosan egy társa is neki. De hát ugye ő testvérek voltak, gondolná az ember, hogy azért ez egy jó kapcsolat, hogy egy alomból vannak, ugye. De egyébként ők mindig vitatkoztak, meg veszekedtek. Azért is van neki 2 bújó csinálva, mert folyton összevesztek, és harc volt köztük egyébként sokszor. Azért is mondom, a 2 bújó megcsinálva, mert nem hagyta egész egyszerűen, hogy bemenjen a kis olba, úgymond. Kizavarta mindig a nagyobbik, a kicsit. Az, amelyikre kiderült, hogy fiú. Vagyis, hogy hát úgy néz ki, hogy fiú. Így így egy kicsit gondolkodtam is rajta, vagyis, hogy hát így megfordult a fejembe, hogy a testvérek, hát hogy milyen testvérek vagytok ti, hogy mit így veszekedtek, meg hajkuráztátok egymást. Hát nem tudom, egy idegen kis malaccal majd hogy fog tudni összeszokni Jászmin. Igazából Jászmin egyébként egy nagyon jó természetű, tehát ő minket is sokkal hamarabb megszokott. Teljesen más karakter a két malac, tehát teljesen más. Az valóban egyébként, most, hogy így visszagondolok, ahogy viselkedik, valóban fiúsabb karakter, tehát sokkal vadabb volt mindig, sokkal határozottabb, akkor ugye ez, hogy ő volt a domináns, és akkor ő kiküldözte a kisüzi házból a kisebbiket. Tehát vannak olyan jelek, vagy vannak olyan dolgok, amiket így utólagosan így visszagondolok, hát mondom, tehát amatőr vagyok ebben, tehát soha a büdös életben nem volt malacunk. De még a környéken se, senkinek. Tehát életemben nem fogtam, most fogtam életemben először tengeri malacot, december 4-én konkrétan. Tehát nem. Úgyhogy nekem ebben nincs tapasztalatom. Én ehhez nem értek. És végtelenül sajnálom.
lehet, hogy sokan hülyének néznek, hogy most én ezért, de... Szeretem a kismalacot, nagyon szeretem az állatokat, és nagyon sajnálom, mert tényleg sok munkám van benne, hogy magamhoz és Krisztiánhoz szoktassam a kismalacot, és rengeteget simogattam, türelemmel voltam, próbálkoztam vele, és leginkább ami miatt sírok az az, hogy jó, én felnőtt fejjel túl leszek rajta a pikpak, de hogy a kisfiam, na neki nem lesz egyszerű. Neki nem lesz egyszerű, mert hogy ő biztos, hogy nagyon kibukik majd. És azt meg mindenképp nem akarom, hogy nélküle vigyem vissza. Tehát azt nem akarom, hogy így sunyiba, mikor el se tudott tőle köszönni, tehát azért ezt így nem. Úgyhogy együtt szerintem délután visszavisszük, és majd akkor megvárjuk a másikat, a kislányt. Nem tudok mit csinálni. Ez a legészszerűbb döntés. Ez a legészszerűbb döntés. És még nagyon örülök is neki, hogy ilyen rugalmasak a kereskedésbe, és visszaveszik tőlünk. Tehát ennek nagyon-nagyon örülök, mert máskülönben igen, meg lennék lőve, ha tudnám, hogy mit csináljak. És most is ott eszik, mert ez egy olyan falánk egyébként, annyit eszik, olyan kis haspók. A másik meg alszik. Szeretem őket. Hát ez sajnos most így alakult. Sajnos most így alakult. Jaj, csajok, elég mozgalmasan telt itt a délelőttöm. Hát miután jól kisírtam magam, mentem, megfőztem, készítettem, meg kicsit sötét, vagy világos a háttér, várjatok. Megpróbálok közelebb jönni hozzátok. Jaj, meg a lámpát felkapcsolom. Ó, hát van nekem ilyenem. Na, várjatok. Így. Szóval, itt vagyok. Na, most már rögtön jobb. Szóval, megfőztem, csináltam egy lebbencslevest, finom főzeléket, vizslit sütöttem rá. Ez volt a kaja. Akkor utána csináltam itt az avonnal kapcsolatos dolgaimat. Hazajött a férjem, akkor megebédeltünk. Hát neki is kisírtam magam, elmondtam, hogy hát ez borzasztó, ami itt a malacokkal történik, mi legyen, apa, mit csináljunk, hogy legyen, hát most ő meg aztán végképp nem is tudja, hogy akkor mit érdemes volna. Viszont felvettem a kapcsolatot egy hölgyel, aki Facebookon ilyen tengeri malacos csoportot üzemeltet, és készítettem videót a malacról, hogy nézze már meg, hogy most akkor mi van, és megnyugtatott, képzeljétek el, hogy mind a két malaclány. Mind a két malaclány, úgyhogy nyugodjak meg, mind a két malaclány. Úgyhogy, ha hiszitek, ha nem, rajtam olyan feszültség volt egész délelőtt, meg tényleg sírtam meg, meg totál kibuktam ezen, hogy most mi a jó fenét fogok csinálni. De túl van tárgyalva, hála jó Istennek, krízis helyzet elhárítva, úgyhogy nincsen probléma. Utána még kint a kazánházat takarítottam, nem a kazánházat, hanem vettünk egy hűtőt, mert nekünk két hűtőnk van, kint van még egy a teraszon, de át fogjuk alakítani a teraszt, és egy nagyobb hűtőt vettünk a másik helyet. A másik az egy olyan volt, ami ilyen nem tudom, 85 centi magas, ez meg talán 120, vagy valahogy így van. Úgyhogy hát egy olyan polcnyi van magasabb körülbelül ez a hűtő, mint a régi volt. És akkor azt kitakarítottam, beüzemeltük,
Úgyhogy majd most a régit azt kiszedi annan a férjem, és akkor majd utána azt is megtakarítom, aztán majd eladjuk, hogyha kell, valakinek majd megveszi. Közben megjött az Avon csomagom, itt van, úgyhogy azt is megmutatom nektek. Közben dudált, meg csengetett, meg mit csinált, telefonált a futár. Ja igen, és az olajsütő, olaj nélküli sütő, bocsánat. Olajsütőzöm egyébként elég gyakran, pedig olaj nélküli sütő, forró levegős, tudjátok, air fryer. Közben fel van tűzve a hajam, mert mindig belelógott a szemembe, aztán én nagyon csinosan feltűztem. Na, a lényeg az, hogy ezért szeretem egyébként a Topshopot. Ezért. Felhívtam, ugye több mint egy éve vettem, tavaly novemberben, felhívtam a Topshopot, hogy nem tudom betolni a fiókot, nem zár be, nem kattam be, úgy meg nem indul el, úgyhogy gyakorlatilag nem tudom használni az olajsütőt. Semmit nem kérdezett a nő, semmit, azt mondta, megnézi a rendszerbe, megnézte, jó, azt mondta, hogy tegyen bele egy dobozba, adjam föl postán, és januárban, mivel van most december vége van, januárban postán kiküldik az árát. Na ez a nem mindegy. Úgyhogy ezt nagyon szeretem a Topshopba, hogy nincs appelláta. Nincs appelláta. Jó, lehet, hogy azt a szállítási költséget azt ki kell fizetnem, de na bum, visszakapom a pénzt, aztán majd veszek belőle másikat. De nem Topshopposat fogok, mert most a Topshopnál olyan drága egy ilyen forró levegős sütő, hogy még 100 000 forint felett is van. Jó, nyilván az egy olyan típusú, de van, ami ilyen 40 meg vagy nem tudom, 60 vagy 70, meg volt valami 120 körül, mondom, Jézus Mária, hogy ilyen sütér, mondom, te érte, hogy hogy kérnek el egyáltalán annyit? Úgyhogy szerintem a Lidl-ben fogunk majd venni, mert ugye a Lidl-nél is úgy van, hogy ott 3 év a garancia, és hogyha bármi van, akkor ugye vissza lehet vinni, és az azért szempont, mert én azért elég sokat használom, és akkor azért az úgy jó, hogyha van egy ilyen biztos pont, ahová vissza lehet vinni. Úgyhogy hál' Istennek, jól zárultak a kis reggeli problémáim, amik még reggel voltak. A férjem is jött haza, azt mondja, na, mit intéztél? Hívtad őket, mi volt? Ó, mondom. Soroltam, hogy hogy volt, meg hogy nem. Már is ezt letépem. Várjátok, megállítom addig. Na, itt vagyok. Mutatom nektek, először váltok a katalógust, előszedem. Voltak ilyen gyerek szettek a katalógusban. 40 valahányadik oldal. 48. Itt láthatjátok, ez a fiús szett, ez egy ilyen pókemberes szett, ez pedig a lányos, ilyen elzás, vagy milyen ez, igen, jégvarázsos. A fiús szett az 3 termékből áll, és ajándéktáska van hozzá. Van benne egy Spider-Man hajzselé, van benne egy Spider-Man sampon és balzsam, ami egyébként tusfürdő és sampon. Sampon és body wash, az van ráírva, tehát a katalógusban el van írva rendszeresen. Tehát ez tusfürdő és sampon fiúknak. Ez a kicsike, ez a hajzselé. A pókemberes hajzselém. És a harmadik, az pedig egy kölni, ami pedig egy ilyen fújós kis flakonban van, és egy ilyen szép ajándéktáska van hozzá, amit így meghajlítok, így, és akkor így lehet bezárni. Tehát egy ilyen nagyon szép ajándéktasok van hozzá. Így. A másik szett pedig, ami kellett, az ugye az elzás, amit mondtam, ebben van egy haj kifésülő spray, egy jégvarázsos haj kifésülő spray, illetve egy sampon és balzsam. Ez az egyébként? Igen, erre az van írva, hogy sampon és balzsam, 2 az 1-ben, sampon és balzsam kislányoknak. Úgyhogy a pókemberes szett az 3 000 forint,
Az elzás pedig 2200 forint. Ami még volt, a katalógusban az egy Power Stay rúzs, ez az egyik megrendelőmnek kellett, és egy Faraway test radír volt benne, ezt én rendeltem még, fokkalmam nincs, hogy mikor, elég régen. Nem érzek semmit. Eskü. Na de, jön már, itt van, fajfa. A Faraway. Nem szeretem a Faraway-nek az illatát. Tehát én vagyok az az avonos, aki a Faraway-t nem szereti. De megvettem ezt a testradírt, mert jó áron volt, nem tudom mennyi volt, azt hiszem talán 700-800 forint körül volt. És testradírnak meg tök jó lesz, tehát most annak lesz egy kis illata kész, tehát lemosom úgy is, tehát nem fogom érezni. Tehát ez nem olyan, mint egy testápoló például. Abba biztos, hogy nem vennék Faraway-t, mert nem szeretem. Ezt az eredetit meg pláne nem. Pláne nem. Volt egy párom. Még a legelső. Igen. A legelső párom, aki volt. Ezt szerette, ezt az illatot, és csak ezzel idézősen fújhattam magam, tehát mindig ezt kaptam ajándékba. Ezt a parfümöt, a testvére avonozott, ezt a parfümöt kaptam tőle mindig ajándékba, és mindig ezt használtam. És egyébként akkor nem volt vele semmi bajom, évekig, de évekig ezt használtam, és olyan szinten belecsömöltem, szerintem, vagy nem tudom, hogy én azóta én 150 illatból kiszúrom a Faraway-t, és nem bírom elviselni. Nem bírom elviselni. Nem tudom miért. Én aláírom, hogy egyébként egy nagyon közkedvet, és tényleg egy tök jó illat egyébként. De nálam kiütött a biztosítékot egy életre. Soha nem mondta, hogy soha tudom, de tényleg. Tehát most egyelőre azt érzem, hogy én abból soha nem szeretnék többet kérni. Annak ellenére viszont tudom, hogy a legközkedveltebb illatunk a Faraway. Oké, úgyhogy ennyi lett volna az én kis most hirtelen kibontott csomagom. Ez volt most benne, ezeket rendelték legutóbb tőlem. Úgyhogy fel is hívom, illetve nem hívom, mert nincsen meg a telefonszáma, de írok a hölgynek, hogy itt van neki a pókemberes szett, meg a másik, meg a, ugye a rúzs, és akkor hát nem tudom, hogy mikor fogom elvinni. Szerintem holnap. Már holnaptól, hát igen, végül is, tehát még holnap lesz az utolsó nap a suliba egyébként Krisztiánnak, az 20-a, december 20, kedd, de délelőtt lesznek csak, ők járnak szolfézsra, ilyen zenével kapcsolatos elfoglaltság, szakkör, és szolfézsosoknak ünneplőbe kell menni, kisfiamnak is, mert énekelni fognak, szerepelni, de úgy egymás közt, tehát így nem olyan, hogy bemegy a szülő, és akkor megtapsolja a kisfiát, hanem csak úgy, ők ott úgy házon belül fognak valamit mókuskodni, és 11 órára kell értük menni. Úgyhogy gyakorlatilag, hogy elviszem, hazajövök valamit, de nem fog szerintem itthon semmit tevékenykedni, hanem szerintem az avont fogom kihordani. És akkor 11-re meg már mennem kell érte vissza. De még azon is gondolkodtam, hogy holnap lehet, hogy az avont is kivinném, nyilván, de hogy még be kéne mennem az Oceanbe bevásárolni. Már egyszer bevásároltam, tudom, csak én azóta még nézelődtem itt a receptek között, és találtam valamit, amihez még megint nincsen egy valami hozzávaló. Karácsonyra akarok csinálni egy sümetényt, ami a mézes kalácsos sütemény, és nem tudom megmutatni, mert kint van a konyhában az újság, Sweet Kitchenben olvastam, mézes kalácsos sütemény, mézes kalács fűszerem van, még minden egyéb, ami kell hozzá, viszont mascarpone kell a krémjéhez, 25 deka, és mascarponém nincs itthon, illetve van itthon, de az egy nagyobb kiszerelés, és azt tiramisuhoz vettem. A tiramisu szilveszterre lesz majd, az nekem ilyen szilveszteri kaja, vagy kaja, sülemény, és desszert, és az szilveszterkor lesz,
Viszont karácsonyra egy ilyen, amit ilyen felvágós kis krémes sütemény, azt fogok csinálni ezt a mézes kalácsosat. Tegnap sütöttem, majd beteszek ide egy fotót, tegnap sütöttem, szintén a Street Kitchenből, egy diós lekváros kiflit, azaz zserbó kiflit. Zserbó kiflit. Ilyen kész tészta kellett hozzá. Az a kicsi tészta, vagy hogy mondják ezt, ami ilyen Q betűvel van leírva, Q-U-I-C-H, úgy van leírva, kicsi, én úgy mondom, nem tudom egyébként, hogy kell hivatalosan, szakszerűen kimondani, de hogy én így szoktam mondani, hogy kicsi tészta. És akkor az kellett hozzá, 12 darab volt belőle, ki kellett hajtogatni, megkenni lekvárral, megszólni dióval, puff, feltekerni, tojás megkenett, kis porcukorba kisült, megporgetted, ennyi. Nem volt egy bonyolult dolog. 12 darab lett belőle, megsütöttem, elfogyott, kész. Ennyi volt gyakorlatilag. Úgyhogy tegnap olyat csináltam, most így a férjemnek próbálok kedvezni, mindig van valami kis apró sütemény. Mit akartam? Somlóit akartam még csinálni, ilyen házi jellegű somlóit, amit én szoktam. Nem tudom, hogy csináljak-e, vagy ne csináljak. Igazából még az ünnepekig biztos elfogyna. Karácsonyra mindenféleképpen beigli lesz. Tehát karácsonykor az mindenféleképpen lesz beigli, ugye már most polt zserbó az már nem lesz. Hát akkor lesz a beigli, meg ez a mézes kalácsos süteménye is, akkor kész, kipújt. Sósat most nem fog sütni, mert nem. Igen. Szilveszterre pedig lesz a tiramisu. Fogok csinálni a férjemnek kókuszkockát, aminek ilyen mézes a tésztája. És ilyen csokiba van mártva, tudjátok, a mézes tészta. Csokiba van mártva, és kókusz lesz elégbe, utána megforgatva. Tiszta mancs olyankor minden, úgy nem szeretem csinálni. Na de hát, mindegy, ez ezzel jár. Úgyhogy azt a kókuszkockát fogok neki csinálni, meg tiramisut. Oda se csinálok szerintem sósat. Karácsonykor halászlé lesz, meg rántott hal, szerintem harcsa gordon blue lesz, vagy blue, vagy hogy kell kimondani, blö, mit tudom én. Tehát a sajtasonkával töltött harcsa rántva. Szerintem az lesz karácsonykor, meg sima rántott hús is lesz, én úgy gondolom, karajból. Szeretnék hozzá csinálni majonézes salátát, de várjatok, nem, káposztasalátát fogok csinálni, akkor káposztasalátát fogok csinálni, a majonézes korszlósalátát, a korszló, vagy hogy kell kimondani, az amerikai káposztasalátát, azt fogok csinálni, mivel ugye répa is van, meg káposzta, meg hagyma, és ilyen majonézes, tényleg föl kell írni, hogy vennem kell görög joghurtot. Na mindegy. Szóval az lesz majd karácsonykor a húsokhoz, halakhoz, utána majd megint valamit vegetálunk, valamilyen krumplis tészta, meg tojásleves variáció. Bár így szoktuk, két ünnep közt nem tudunk folyamatosan egy hétig ilyeneket enni, mert kifordulunk magunkból, tehát nem bírjuk ezeket a nehéz kajákat folyamatosan. Úgyhogy ennyi szilveszterkor szerintem töltött káposzta lesz, mondjuk lencsefőzeléket mindig eszünk új évkor, fasültot szoktam olyankor sütni, majd az lesz krumplival, és akkor fogok olyan majonézes salátát csinálni, amit nagyon szeretünk, hogy van benne alma, kukorica és füstölt sajtkockák. És akkor az van ilyen majonézesen, megcsinálva a majonézes salátának. Meg talán még lilahagymát is szoktunk beletenni. Lilahagymát is vennem kell, mert egy darab van. Illetve egy fél. Már csak. Mert itt néztem az zöldségesben lilahagymát, de akkorák voltak, mint a fejem. Hát mondom, akkor a lilahagymát én nem veszek, majd veszek akkor máshol. Úgyhogy még ezeket, amiket itt mondtam, ezeket még fel kéne írnom, hogy el ne felejtsem. Na jól van. Úgyhogy ennyi lett volna a mai tudósításom. Közben nézem, hogy 3:43 elmúlt, úgyhogy már lassan indulni kell a gyerekért. Nem tudom, hogy elmegy a férjem, vagy nekem kell, de... Várjátok, hétfő van, akkor szolfés van, akkor 4 órára kell érte menni, úgyhogy még 1 órán van kávé. Szerintem ezt meg is vágom nektek ezt a videót, és akkor ma van hétfő, és akkor hétfő este ti láthatjátok is.
Na, mit szóltok hozzá? Nem tudom, hogy meddig fogok vlogmesszelni, mert szerintem most egy kicsit az ilyen zuhanó repülésbe lesz, ugyanis ugye holnaptól már itthon van Krisztián, és ha itthon van Krisztián, akkor én nem tudok úgy ezzel foglalkozni, mert akkor ő tesz róla, hogy én ővele foglalkozzak, ugye? De nyilván lesz olyan, hogy tudok majd beszélni hozzátok, vagy lesz még, ugye jön még avonrendelés is, még azt is majd fogom bontogatni. Nem tudom, hogy jövök még vlogmeszekkel, az is lehet, hogy ez a 11, azt hiszem ez lesz a 11-es vlogmeszem, úristen, mennyit csináltam, ez lesz a 11-es vlogmeszem, és akkor lehet, hogy lesz még egy 12-es, van egy videóm, amit felvettem, és azt majd valamikor le kéne nektek adni, kis beszélgetős, csak beszélek benne. És ha ez a 11, akkor az lesz a 12. És akkor lehet, hogy itt be is fejezem, szerintem. Majd írjátok meg a véleményeteket, hogy mit szóltok hozzá, hogy vlogmeszteltem. Többen persze kommenteltetek, meg sokan folyamatosan írjátok meg egyebek. Hogy volt-e értelme, nem tudom, hogy mit tudtam nektek mutatni, adni, bármi, egy pár jó pillanatot esetleg, vagy nem tudom. A lényeg az, hogy én örömmel készítettem, sok munkám van benne, próbáltam nektek olyat adni, hogy tetszen. Aztán remélem, hogy tetszett is azért egy pár embernek, és majd fogok még jönni tartalmakkal nyilván, de most szerintem így az ünnepek kapcsán, ugye nekem is sütnöm, főznöm kell, készülnöm kell, takarítani, kisfiam is itthon lesz, tehát ilyenkor már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elfoglalt vagyok. Nem hiszem, hogy túl sok videót fogok tudni nektek csinálni. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy mint vlogmess lehet, hogy akkor ez volt az utolsó, és még majd jövök nektek egy ráadás résszel, amit mondtam korábban felvettem. És nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek ezeket a részeket. Kívánok mindannyiótoknak nagyon boldog, békés, áldott ünnepeket, kellemes karácsonyt, meghitt készülődést, szeretetben a családotokkal, és nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik itt voltatok, itt vagytok velem. Sok-sok kommentet, a lájkot, a szívecskét, a sok szeretetet, amivel körülvesztek. Nagyon szépen köszönöm nektek, nagyon örülök, hogy itt vagytok velem, és remélem, hogy maradtok jövőre is. Millió puszi nektek! Sziasztok!